Három év, hat hónap szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélte a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság az egykori mincenti jegyzőt, Hevesi Tamást, több rendbeli csalás, csikkasztás és közokirathamisítás büntettében. Hevesi Tamást azzal vádolta az ügyészség, hogy 2011-ben lebonyolította egy ház eladását, úgyhogy erről a tulajdonos nem tudott. Az aláírást hamisította, és az adásvételhez felhasznált egy elhunyt ügyvédtől származó kiratot. Továbbá sportegyesületi vezetőként nem tudott elszámolni több mint 2 millió forint felhasználásával, és három éven át több embertől kért kölcsönt. Az összesen közel 10 millió forint nagy részét szintén nem fizette vissza. A 38 éves mincenti jogászt március 14-én kezdte körözni a bíróság, mert ügyének tárgyalására nem ment el. Amíg szökésben volt, az ügyészség elrendelte, hogy távollétében is le lehet folytatni az eljárást a 2015 óta tárgyalt büntető ügyében. Budapesten fogták el a szökésben lévő egykori mincenti jegyzőt. Legutóbbi tárgyalásán több rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, sikkasztás és közokirathamisítás büntettében elsőrendű vádlottként bűnösnek találta a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság Hevesi Tamást. A bíróság az elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül, 3 év, 6 hónap szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra, míg a másodrendű vádlottat 1 év szabadságvesztésre ítéli. A bíróság az elsőrendű vádlottal, Hevesi Tamással szemben 3 millió 630 ezer forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. További több millió forint kártérítés megfizetésére kötelezték több magánszemélyel szemben, valamint több mint 70 ezer forint értékben a magyar állammal szemben bűnügyi költség és eljárási illeték megfizetésére is kötelezték.